Én szeretettel köszöntök mindenkit. Mikor az előadásomra készültem, akkor gondolkodtam, hogy mi újat fogok tudni mondani, hiszen ismerős arcokkal ülök szembe, akik együtt dolgozunk már évek óta, de azért megpróbálok kicsit erről beszélni, a közös munkáról pár szót ejteni. A Kontakt Alapítvány 15 éve jött létre, budapesti székhelyjel, azért, hogy az embereknek az életminőségét fenntartsa, javítsa, fejlessze, és ezt kapcsolódóan a Szent István Egyetemen tanító két oktató hozta létre, akik ezeket a célokat próbálták megvalósítani az alapítványon keresztül. Ugye az alapítvány tulajdonképpen gyakorlati helyet is nyújt a Szent István Egyetemen tanuló andragógus szakos hallgatóknak, illetve emberi erőforrás tanácsadó szakos hallgatóknak. A 15 év alatt 59 nyertes pályázatunk van, vagy valósítottunk meg tulajdonképpen. És hogyan is jön budapesti székhelyi alapítvány Gödöllőhöz? Ugye a támaszpont iroda 2002-ben jött létre, egy országos foglalkoztatási közalapítvány projektből, ami KID programnak is hívták, tehát fiataloknak szólt. Az iroda itt nyílt meg a Művészetek Házában, akkor Művelődési Háznak hívták, és kifejezetten fiataloknak próbál segítséget nyújtani, visszaintegrálódni a munkaerőpiacra. Hát körülbelül fél éve voltunk nyitva, amikor ezt megfogalmaztuk, hogy nem csak fiatalok térnek be hozzánk segítséget kérni, támogatást kérni, hanem bárki, aki a térségben él, és a volánbusz felé kanyarodva mindig bekupucskál hozzánk, és állást keres. Ezért az iroda úgy döntött, illetve a vezetők úgy döntöttünk, hogy kinyitjuk ezt az irodát nem csak fiataloknak, hanem bárkinek, aki állást keres és szeretne segítséget kérni tőlünk. Nem tudom, a térképen mennyire látszik, be vannak karikázva azok a települések, ahonnan ügyfelek érkeznek hozzánk, sőt még Budapestről is kijárnak a peremkerületekből, akár pályorientációs tanácsadásra, akár pedig azért, mert állást keres valaki. Éppen most, hogy Zsuzsa előadást hallgattam, akkor fogalmaztam meg, hogy a számokat itt, hogy figyeltük, hogy új adatbázisunk van január 1-től, tehát mindenkit újra regisztrálunk, és megdöbbentő volt számomra, hogy egy hónap alatt 100 fő regisztrált be hozzánk, és ebben nincsenek benne a pályorientációs tanácsadáson résztvevők, tehát a fiatalok. Én ezt elég magasnak érzem, tehát hogy elég egy hónap alatt ennyit föl tudtunk regisztrálni már az irodában, csak az igen magasnak mondható. Kik dolgoznak az irodában? Az irodában munkavállalási tanácsadók dolgoznak, szociális munkások, szociálpedagógusok és pszichológus is. Neki így próbálunk közösen segítséget nyújtani. Mit is csinálunk, mivel készülünk mi az ügyfeleknek a munkaügyi rendeltség mellett párhuzamosan? Különböző szolgáltatásaink vannak, ezek a szolgáltatásaink ingyenesek. Tehát aki bejön hozzánk, ingyen veheti igénybe a szolgáltatásokat. Vannak állandó, fix szolgáltatások, és vannak projekthez kapcsolódó szolgáltatásaink. Ezek a fix szolgáltatások azt jelentik, hogy ezek ma is vannak, tehát bárki, aki bejön hozzánk, igénybe tudja venni. Elsőként a tanácsadásokat emelném ki, ami személyes szabottak, munka- és pályatanácsadások, illetve a számítógépes alapképzésünket, ami teljesen egy ilyen belső képzésnek alakítottuk ki, és az a lényege, hogy ténylegesen tudjanak az ügyfelek számítógépet használni, be tudja kapcsolni a gépet, tudja e-mailt küldeni, e-mailt fogadni. Most is megfigyeltük, hogy 100 főt, akit beregisztráltunk, automatikusan rányomja, hogy persze számítógépes ismeretekkel rendelkezem. És akkor mondom, akkor üljünk le a gép elé, és akkor nézzük meg, hogy be tud-e lépni a saját e-mailjébe, és nem megy. Tehát, hogy automatikusan rámondjuk, hogy ez már tudásra rendelkezem, de valójában kiderül, hogy nem tudja kezelni az ügyfél, nem tud alapvetően állást keresni sem az interneten. Úgyhogy ez mindenképpen nagy segítség szokott lenni az ügyfeleknek. Ilyen képzésünk volt is a Szegen, Turán és részletesen a Gödöllőn itt helyben is egyaránt. Ezek általában igény szerint szoktak indulni. A pszichológiai támogatást a zárójelbe tettem, mert hogy itt finanszírozási problémák miatt vagy tudunk pszichológiai támogatást nyújtani az ügyfeleknek, vagy időszakosan nem. Törekszünk arra, hogy ez folyamatos legyen, mert azt gondolom, hogy az utóbbi időben a visszajelzések alapján nagy igény van a pszichológiai támogatásra. Egyre többen veszik igénybe szerencsére, és látják föl, ismerik föl, hogy erre szükségük van. Az irodai szolgáltatást azt kiemeltem és alá is húztam, mert hogy ez a legközkedveltebb szolgáltatásunk, ez 13 éve működik.
Ez azt jelenti, hogy aki bejön hozzánk állást keresni, akkor meg tudja nézni, milyen állásokat gyűjtöttünk le minden áldott reggel az internetről, milyen információkat esetleg hallottunk a környékről, a kapcsolatainkon keresztül, tehát már úgymond állásokra jönnek be az ügyfelek, ezeket át tudják nézni, tudnak ingyenesen telefonálni, internetezni, tudunk önéletrajzot írni, fényképes önéletrajzot készíteni, motivációs levelet írni. És nagyon fontos nem csak az, hogy ezt nyújtjuk, ezt a szolgáltatást, hanem hogy megtanítjuk őket ezeket a tevékenységekre, aztán később önállóan is tudjon állást keresni, hiszen ez egyik legfontosabb dolog szerintem, hogy önállósodjanak az álláskeresésükben, és maga biztossá váljanak. Amik a programhoz kapcsolódóak, nem említettem, de Gödöllőn 8 programot valósítottunk meg, nagy programot valósítottunk meg 13 év alatt, ezek másfél-két éves programok voltak. Ennek keretében voltak felzárkóztató képzéseink, ez 5., 6., 7., 8. osztályos képzést jelentettek, Dányon, Turán, Zsámbokon, tehát több településen is, tehát ők sikeresen befejezték, és 8 általános végzettséggel rendelkeznek ezek az ügyfelek. Emellett különböző tréningeken, különböző technikák, csoportfoglalkozásokat tartunk, vagy tartottunk még. És kik ezek az álláskeresők, akikkel foglalkozunk? Ugye mindig célcsoportban gondolkodunk, itt már elhangzott előttem, és mi is célcsoportban gondolkozunk, mert adottak minket ránk ezek a támopos, hefopos projektek, de igazából bárki, aki állást keres hozzánk, be tud jönni, akár fiatal, akár egyesről visszatérő, akár tartósan távol van már a munkaerőpiacról, akár 50 év feletti, vagy hajléktalan, tehát bárki, aki hozzánk kapcsolódik. Én 2 célcsoportot emeltem ki ebből az álláskereső csoportból, akikről szeretnék beszélni, és pont gondolkoztunk ezen az áldozattá válás, meg a munkanélküliség álláskereső szempontból. Zsuzsa is említette már, érintette őket, a tartósan állást kereső, tehát akik már fél éve vagy egy éven túl kiszorultak a munkaerőpiacról, valamint a fiatal pályakezdők, vagy nem megfelelő, vagy nem rendelkeznek végzettséggel, vagy érettségi után semmilyen szakmával végzettséggel nem rendelkeznek. Kicsit most a negatívumokat fogom kiemelni, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek pozitívumok, de ebből szeretnék elindulni, mutatni egy képet, akikkel mi foglalkozunk. A tartósan álláskeresőknek szerintem az irodában elég magas számmal rendelkeznek, tehát szinte rendszeresen napi szinten járnak be hozzánk. Amit én megfogalmaztam alapvetően, hogy milyen problémákkal, nehézséggel küzdenek, az, hogy egyrészt információhiányban szenvednek. Ez a hogyan keressek állást például, milyen források vannak a internetes portálokon kívül, vagy az ismerősön kívül, tehát nagyon kicsi az információ, kevés információval rendelkeznek. Azt tapasztaljuk, hogy kicsit a múltban élnek, tehát hogy a 90-es évek megelőzően szeretnek nosztalgiázni, hogy milyen könnyű volt elhelyezkedni, és milyen tudást halmoztak fel abban az időszakban, de ezt nem tudják aktualizálni a mai munkaerőpiacra. És hogy ezt próbáljuk meg őket támogatni ebben, hogy ez sikeres legyen. Amivel itt találkozunk még, ez a mobilitás hiánya. Ennek ugye egyrészt az az oka, hogy egy úti költség mondjuk Kartalról Budapestre 60 ezer forint egy hónapban maga a bérlet. Vagy 50-60 körülbelül, azt hiszem, így tudom. Másrészt meg nehezen a térségből nehezen moccannak ki, nehezen nyitnak Budapest irányába, az úti költség miatt, az utazási idő miatt egyaránt, tehát hogy ez az utazási kedv sajnos nem jellemző, és mégis úgy tűnik, hogy a leginkább, legtöbb állás az Budapest irányába van jelen pillanatban, tehát kevesebben itt a térségben, vagy kisebb célcsoportoknak van. Amivel most már évek óta találkozom, és az pedig az, hogy több ügyfél szájából is elhangzik az, hogy miért dolgozzak becsületesen, nincs értelme, nem jutok egyről a kettőre. Tehát azt gondolom, hogy egyfajta értékválságban is vagyunk, a társadalmunk és ezek az ügyfeleink is, hogy ez a munkaérték, hogy értékes-e a munkám, értékes vagyok én, és ez nagyon jellemző, hogy emiatt hajlamosak a fekete munka felé nyitni, és esetleg vagy más formában dolgozni és pénzhez jutni. És hogy hogyan is kapcsolódik alapvetően a tartósan állást keresők, hogyan kapcsolódnak az áldozattá válásra, mikor ott tart, hogy nem tud elhelyezkedni évek óta, és hogy valamilyen módon mégiscsak meg kell élni, akkor hajlamos arra, hogy mondjuk próbanapra elmegy dolgozni például. Ugye ezek a próbanapok jellemzően a kereskedelemben, az építőiparban, a vendéglátásban jellemzőek, ahol az arra az egy napra ugye nem tudják, nincs is ilyen forma, jogi forma, hogy próbanapra bejelenteni.
és nem jelenti be, feketén dolgozik, vagy kifizetik, vagy nem fizetik ki, és tulajdonképpen ott marad, hogy egy napot dolgozott valahol, és nem kap esetleg bért a nap végén, és utána nem kap visszajelzést sem arra, hogy akkor őt választották esetleg egy-két héten belül. Ugye van olyan cég, aki ezt napi szinten megteszi, és mindig mást alkalmaz egy-egy napra. Ott van a fekete munka, ami szintén nehézséget jelent, hogy nem jelentik be őket. Volt olyan ügyfelünk, a múlt héten jött be, hogy kiderült, hogy 6 évig nem volt bejelentve egy céghez, most nyugdíjba szeretett volna menni, és nem tud, mert ez a 6 év hiányzik, nem volt bejelentve, és miért ez a 6 év hiányzik ahhoz, hogy el tudjon menni nyugdíjba. És ami még nagyon több esetben több ügyfelünkkel is megtörtént, hogy valami módon áldozattá váltak, hogy külföldre. Ugye hitelt vettek föl, ugye itt megélhetési gondok voltak, ilyen hitelspirálba keveredtek, és úgy döntöttek, hogy kimennek külföldre szerencsét próbálni. Több adóssága jött haza, mint hogy kiment több ügyfelünk is, mert hogy kint mégsem volt munka, de a szállásért fizetni kellett, étkezésért fizetni kellett, és úgy jött haza, hogy még nagyobb bajba volt, még mielőtt kiment volna. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen figyelnünk kell, hogy megfelelő információval rendelkezzenek ezek az ügyfelek, az ügyfeleink, hogy ezek a dolgok ne történjenek meg velük. A másik célcsoport, akiről ugye említettem, hogy beszélni szeretnék, hogy a fiatalok, akik lemorzsolódnak a szakképzésből, vagy általános iskolából, vagy esetleg érettség után semmilyen szakmát nem választanak. Hogy náluk milyen problémák fordulnak elő, milyen nehézségekkel küzdünk. Az egyik kedvenc mondatom, ezt 3 héttel ezelőtt hallottam, hogy csillag leszek, a csillag születik be. Tehát ez egy karrierterve volt az egyik fiatalnak, vagy egy bárban fogok énekelni. És hogy azon, hogy a realitás hiányzik a fiataloknál, hogy nem tudják, hogy a munkaerőpiacban milyen igények vannak, milyen végzettségek vannak, milyen lehetőségek vannak. Fontos számukra az, hogy kevés munkával sok pénzt keressenek, minél kevesebb energiabefektetéssel. Ugye ezt látják a különböző műsorokban, ezt sugározzák nekik a média is alapvetően. És hát ugye, mint a kevés munkával sok pénz, ez nyitnak esetleg a bűnözés irányába is, tehát hogy hajlamosak esetleg ilyen lopásokra, betörésekre, ezt tapasztalatból is tudjuk. Illetve ugye ez valamilyen módon sik is egy bizonyos körökben az, hogyha én így szerzem a pénzt, és ettől leszek én nagy menő alapvetően, és ettől leszek én valaki az adott korcsoportomban, adott közösségben is. Hogy mit lehet tenni ezekkel az ügyfelekkel, a fiatalokkal, illetve az idősebbekkel, akik ugye valamilyen módon kiszorulnak a munkaerőpiacról és áldozattá válnak. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és két dologra jutottam tulajdonképpen. Az egyik az, hogy van egy ügyfelünk, ennek egy idézet, amit most kivetítettem önöknek, egy ügyfelünk egy programba vett részt 2 évvel ezelőtt. Ez a programba bekerült, és egyrészt kapott egy mentort, aki folyamatosan 1 éven keresztül mellette volt, másrészt pedig a családsegítő szolgálat munkatársa is támaszkodhattunk a szódon, valamint pszichológust vett igénybe, különböző közösségi programokban vett részt ez a fiatal, és a Zöld Híd Régió Kft.-nek köszönhetően részt vette egy 2 hónapos Dajka programban is, ahol 2 hónapig dolgozott ilyen munkakipróbálás szempontjából, és hát a fiatal most így eltelt egy program lezárását követően a fiatal elköltözött otthonról, albérletbe költözött, tehát önálló életet kezdett, fölvették állandóra a Zöld Híd Régióhoz, tehát volt egy fix munkahelye, és tanulni fog hamarosan. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ez a program, ez a személyre szabott támogatás adott neki egy olyan sanszot, olyan segítséget, amivel el tudott indulni az életben, és el tudott kezdeni önállóan élni, úgy, hogy olyan családi háttér volt mögötte, ahol fontos konfliktusok és verekedések és veszekedések voltak. Ez a fiatal ma is dolgozik, és ma is bejár az irodába, de szerencsére egy sikertörténetünk alapvetően. Tehát azt gondolom, hogy egyik nagyon nagy kulcs megoldása az, hogyha személyre szabottan kap támogatást az ügyfél, legyen az fiatal, legyen az gyásról visszatérő, legyen az tartós állást kereső. A másik, ami eszembe jutott, és ez már amikor készültem az előadásra, akkor megfogalmazódott bennem, hogy hát mi is a másik nagy bázis, ami erre megoldást adhat, az a partnerség, ami Gödöllőn van, amit 13 éve tapasztalok és benne dolgozok. Hogy olyan szervezetekkel dolgozhatunk együtt, ahol nem a pénz dominál, és nem az, hogy akkor ki mit fog abból kapni, hanem az ügyfél. És ennek az a lényege, hogy oldjuk meg közösen az ügyfél helyzetét, nézzük meg, mit tudunk tenni. Ebben a partnerségben azon benne vannak az önkormányzatok térségi szinten, a családsegítő szolgálatok, a nevelési tanácsadók,
az általános iskolák, középiskolák, felsőoktatási intézmények, a térségben élő oktatók, nevelők, az önkéntesek, tehát azt gondolom, a 13 év alatt olyan minta partnerség alakul ki a kirendeltséggel közösen, amit mindenképp érdemes szerintem tovább vinni, tovább vezetni, és hogy erre építeni erre a szakmai fórumokon, erre a partnerségre. Ennek a partnerség eredményeképpen létrejött a Kismama Pult Gödöllőn, a munkaegyi kirendeltségen, ahol kiderült, hogy majd ügyfele is helyezkedett szerencsésen. Létrejöttek, hogy most körülbelül 600 fő iskolában, középiskolában járó diák kap pályorientációs tanácsadás, csoportfoglalkozás, például egy másik programon keresztül. Hát azt gondolom, hogy a partnerségnek vannak kézzelfogható eredményei, és azt gondolom, hogy ez mindenképp mintaértékű lehet más térségben is. Én köszönöm szépen a figyelmet.